Először szeretném gratulálni a hazai csapatunknak, kollégám Nagy Pálnak, hogy szépesülnek is. Óriási meccs játszottál mezőkövest. Mint látszik, hogy a csapatunk nagyon fáradt, de mindenképpen ez nem kifogás. Rossz kezdben a védekezés már nem működött. Támadás nem volt rossz, de a védekezés teljesen szétesett. Végül már picit jobb volt a Tóth Misi, hozott pár kávó, kármányítás, mint a tettes megfogadás. Ez volt a kulcs pillanat, de egyébként nagyon-nagyon fáradt a csapatom, és de ez a sorsunk, ezt kértünk, ezt kerestünk, amikor bementünk ez a csoportkörbe, ez a helyet, és ez szombaton még a következő meccs. Nincs mit mondanom, hogy ez a különbség tovább játszott, de szerintem mi is, amikor kellett, akkor nagyon nyomtuk mi is, és akkor lehet alap mindenki egy csoportkörbe. Tudtuk, hogy mi vár itt ránk, és mégis megnehezítették a dolgunkat. Csak abban bízhattunk megint a meccs közben, ami eddig az egész szezon során sikerült, hogy a szívünk és a kitartásunk és a csapatérdem és a küzdés az megint segített nekünk. Szórakozunk az edzőink idegeivel, a vezetők idegeivel, de megint a végén sikerült megfordítani ezt a meccset az arra, hogy fejben és a társaság együtt van. Örülünk, hogy túl vagyunk rajta, tényleg csak a két pont a fontos. Most egy nagyon kicsi pihenő, aztán hétvégén megyünk holdig. De nekünk továbbra is a magyar bajnokság a legfontosabb. Pár tudat vizetésen. Azt mondom össze, hogy a kolléga megmondott mindent, ott pár szituáció döntött, több rangot tudtak hozni a kapuba, és kevesebb gyicset hibáztak. Mind a két csapat szerintem jó meccset játszott, mindenki készült be a meccs, ami többi rangos volt. Esélyben van tempó, van ütközés, van minden. Nekem tetszett a meccs, csak picit csalódott vagyok, hogy nem tudunk győzni. De ha hoztunk volna egy pár, még egy pár jó döntést a szituációban, akkor lehet, hogy mondhat volna a dolog. Én megköszönném a játékosoknak a hozzáállást, a játékot, és én egyszer gratulálok a Tatabányának, nagyon jó csapatnak tartom, és ebben az állapotban, ahol vannak, sok sikert kívánom nekik már a Koldinban. Köszönjük szépen gratulációkat, én is gratulálok nektek. Tatabány egy jó csapat, azt mondja, hogy jó csapatokról nem játszanak róla, akkor most meg tudnak nyerni egy mérkőzést. Más ritmusban vannak, mint mi. Nyilván fáradtabbak is voltak, mint mi, de nekünk nem ezzel kell foglalkozni, inkább azzal kell foglalkozni, hogy az elmúlt fél évben mi történt, mert nem tudtunk így játszani, mondjuk itt van most itt Tatabány ellen. Nehéz mit mondani, úgy gondolom, hogy a jogos kiállítás a végén, amit kaptunk, az megpecsételte a sorsunkat. Nem szabad rávárni egymásra, dolgozunk, csináljuk tovább, aztán megpróbálunk jövő héten győzni. Köszönöm.